Ha legyük ott töltött paprikat, csak a nébik meg ne tudja. Erre van egy jó módszerem, ezt kapjátok ki. Ez az gyönyörűen szép jött. Na ez nekem 3 napi kajám. Elszüljétek. Hát ők elmetszettem véletlenül egy töltött paprikát. Hello, Szotti Adami Engelszor emberek, köszöntök mindenkit nagy szeretettel, nagy tisztelettel, oxigén hiányos állapotba csókolva. Hát valami effekt, mert azt fogtok nektek most mutatni, hogy hú, 18 plusz, jó nem? Mosogatás lesz. Úgy néz ki, hogyha a brüsszeli szankciók csapódtak volna be egyeneseid a konyhába. A pillanatok egyik, hogy el fogok mosogatni, ez izgalmas felvétel, hogy érkezik, azt kell mondjam, a felkapottak kategóriába szállom a videót, el tudom képzelni. Épp melegítem a mosogató vizet. Hát azért már meleg. A győztesek evégeti valamilyen fejek, itt van Rolton, Vifolleves, ne legyen senki, borzasztó szar. Ez a legolcsóbb volt, 199 forint, de köpedék. Azt, hogy a sajtos meg békön ízesítés, én nem tudom, én ilyen meleg vizet éreztem csak, meg takonytésztát. Ez a kukancsum már be a hűtőbe is, ti valamilyen engerek, így néz ki. Tejem az még van, tudnék szoptatni is, úgyis mondhatnám, nagyon humorizálni akarni, de nem jól van kedvem. Ebben nem tudom mi volt, valami zsírszerű lehetett. Ezt sem tudom mi az, egy kis sajt van, reszelt sajt, ennyi. Azért nem volt ti valamilyen effekt feltöltés utóbbi hetekben, mert történt egy kis nem várt esemény. És ezzel kapcsolatban gondoltam, esetleg beszámolok valamit. Nem annyira akarom a dolgot nevén nevezni, ugyanis az illető, akivel történt, az nem nagyon örülne neki, hogy egy nagyvilágra küldölné, mi történt vele. Lényeg az, hogy nevét sem mondom, mondjuk szerintem ki lehet találni majd a későbbiekben mi újság van. Itt volt némi hagymázásnak a nyomai. Tószkenyér, illetve egyszer volt vízslifőzés. Ezt fogjuk majd ki valamilyen fekvő húzolgatni. Lényegében ti valamilyen fek utoljára 2007-ben volt mosogatás. Ez akkor történt, amikor anyámék elmentek a Balatonra, én még itthon maradtam, akkor ott a Medal of Honor felvétel. Olyan undorítól néz ki, hogy fú, bazd meg, rendesen gusztustalan. Vesz le, fú, és milyen büdös. Fú, ez azt a büdös kurva. Tudom, milyen szava van? Káposztás tészta, rothadt pörkölt, rothadt paprika, hányás, meg is olvadtán. Fú, ez így. Azt mondom csinálni, hogy telefongeci ezt engedni, melegítszel. Most pedig következik valami engerek, az ételhordó, még pedig az, amit tegnap a kutyaszépfejhez elvittem. Én így nézem az ételhordó. Tudom, hogy a hajtva a kanál, kimosni ezen túl tiszta. Fú, ez milyen büdös, bazd meg. Tudom miért, mentem fel a kóbesz, az egy rothadt geca a hátizsákomban, mert olyan meleg volt. Ez milyen kuszosos már, nem, hogy ebből kihalászta az almát. Jézus Isten, te! Azt még eszem dobtam ki. Nézd már ezt meg! Úristen, te! Láttál már ilyet? Ez maga az Alien filmből jött elő. Hát állítom neked, jönnek valamit hozzám kis jegyzetpapírra, hogy baszd meg, ezt hogy csináltad? Nézzetek már meg! Kidobtam kukába, ki se akart jönni. Attól féltem, kifugni bele valami, állítom neked. Ez egy biológiai csoda volt. Kérlek szépen annyi mondani valamilyen hengelszor emberek, hogy kihasználtam volna a lehetőséget, mert egy hete vagyok itthon egyedül. De nem tettem, nem volt kedvem, bevallom őszintén mindenkit, nem volt kedvem felvételt készíteni, én megtehettem volna, ez van a jó kis fasz a végigjátszás nyomatni. Mert többen kétetek a Project Digi 2-t. Splinter-szer, Chaos Theory-t, ilyet használunk ti valamilyen fejek. Figyelj, mutatom a márkát. Némiképp cenzúrálva van, úgy tűnik. Ó, ez nagyon jó meleg. Ezt kap ki. Tudom, hogy mit kell betenni ebből nagyjából, úgy érzése. Na, szaszkon lett, csak majd ki valami hengelsző ember. Faszomat. Most nem tudom, hogy ezzel szoktad nyomulni. Olyan szaga van bazen, mint a vízi hullát, ha ezt takították volna az a proszektúránál kb. És nyákás. Következők van ki valami hengerek. Csórinak rossz a lelete. Aztán mondták neki, hogy menjen már be a belgyógyászatra. Hát mondom, kedvencem, mondom, az Isten hol basz már minket mi meg? Elkísértem, szerdán, Semmelweis kórház itt. Az az elképesztő, hogy az apám ebben az épületben halt meg, bazd meg. Ahol mentünk. Képzeld el. Ott ültünk az ambulanciánál. Vártuk a sorunkat. Nem akarom teljesen konkretizálni, mi is történt, csak úgy nagy vonalakban elmondom. Azt a lehet-e. Kérdezze kellett valamilyen fejek menni, se orvos, semmi nem volt a környéken se. Tehát ott, én azon is gondolkoztam, amikor ott ültem, itt az ambulanciánál vártunk. Nem tudom, nem lehetne azt megcsinálni, de tényleg az egész kórház szervezés, mert több bejárata van annak az épületnek, egy hosszúkás épületről van szó bent.
hogy minden halálra ítélted Ottónak a főbeáltalát. Ott ülsz az ambulancián, érted? Be vagy szarra, mert ki az, aki nincs beszarva, a kórházba kell menni. És akkor erre kérlek szépen, betolnak, érted, de mindenféle beteget. Tehát olyat láttál, érted, ott, hogy volt egy olyan idős hölgy, aki ott volt az ágyba, ott tolták a beteg szájtók, a legnagyobb vidámságban szórakozott, jó, nem kell gyászolniuk, tehát nem férjett és ne essen, tehát a morál azért maradjon meg, csak úgy mit tudom én. Ott van valaki végstádiumú rákosként, az meg ott tolják, ki sem látszik az ágyból ilyen szinten, mert már el is vitték, el is zsákolták, nem tudom. Akkor jön egy lábatlan csávú, összehugyozza magát, azt nem törlik fel, ott rögtem magamban idézőjelben, ott ülök, érted, csávú összehányta szarta magát, ne viszed el, körülbelül vagy 3-4 takarítónő 5 lopta a napot, ott üldögéltek. Ahogy bazd meg a csávú elfosta magát, már sehol senki nem volt, ezt úgy hidd el. Hát bazd meg, azok azt úgy tudják, hogy mikor kell lépni, nem igaz. Jó sokáig folytatom a mosogatás, bazd meg egy ilyen sebességnyomatom. Ez az egyik, ami nekem egy kicsikét ilyen problémásnak tűnt. Mondom még egyszer, a magyar egészségügynek a helyzete az semmit sem változott ahhoz képest, hogy valamilyen fejek, amilyen Isten igazából volt apám idejében. Tehetnénk, mivel ti valamilyen fejek is tudtad ebben, már most miért is a víz? Ami például szemed szúrt, ugye ott üldögélek bent, van egy információs pult. Te, hogy mennyi léhűtő van ott, ide figyelj! Dumálgatnak, beszélgetnek, kávét iszik, visszamegy. Kis bögrét kiveszi a fiókjából, visszateszi, megcseréli a kis bögrét, beteszi a fiókba, iszik egyet, visszarakja, tesz egy külsőköt, telefonálgat, hát bazd meg! Ott meg mindenki ott van dögrodáson. A lényeg, ami a lényeg, na most jön a bögre pórá, já, bögre! A lényeg, ami a lényeg, hogy valamilyen fejek, hogy csújt, aztán behívták, mert az orvos még nem akart jönni, most ott egy olyan orvos van, nem akarok nevet mondani, elnézést. A vezeték neve, nem túl világos szín. Múltkor mondtam nektek, hogy Fatalónak a torkán belenézett, amikor bementünk az ügyeletre, ez tavaly volt. És hát ő olyan szakértő, mobiltelefonjával nézett be a torkába, hogy miért van összeszűkülve a nyirokcsom, hogy tudjuk mi volt. Bár mindegy, most már nem szedem elő a dolgot, csak úgy mondom, hogy ez az ember volt, az azonnal felismert. Nem tudtam már nevét héten, hogy hívták, de közvélemény szerint ő bolond. Én nem tudom, én csak hallottam, de nem egy embertől. A csillagponnál is mondják egyébként. Tudod, nem mosogossák kézzel, mosogos lábbal, bazd meg. Harmadik lábommal elmoslak. Azt is mondhatnám. Jó, az így, az kész. Hát elnézést, olyan lesz, amilyen lesz. Jó szándék meg volt bennem. És nincs már kanál se. Olyan kanalunk van már, kis kanál, hogy itt kéne belenyúlni könnyékig a kávéba. Szoktam reggel kávét, ez egy teljes kávét. Na, szóval itt elkanondoznék. Következő óti valamilyen fejek, ott ültünk 11-ig. Vettek tőle vért, meg nem is tudom, EKG-t, ilyeneket nézegettek. Megmondták neki, hogy be kell feküdni a kórházba. És én azt hittem, hogy fog kapni a másik gyógyszert. Erre számítottam. Be kell feküdni. Aztán, hogy mente idegbajt kapok, mondom, mi a büdös faszon, bazd meg. Ebből a halálgyárba, geci, befeküdni? Hát fatalom, az itt tették el lábalól, geci. Én tudom, mi megy itt. Amikor apámra vártam annak idő felmesek látogatni, egymás után tolták a hullákat, geci. A hátsó ajtón. Ezt komolyan mondom, fekete zsákba, bazd meg. Kis, alacsony ágy, tömör gumikerekű. Kértünk aztán időpontot ti valamilyen fejek, hogy akkor mikor lehetne, mert akár most se tett volna befeküdni. Mondták azt, hogy akkor jövő héten, ez múlt héten szerdán volt, a jövő héten. Addig elmentünk, elintéztük a temetőket, meg ezeket a dolgokat. Egy temetésen is voltunk, elég közeli rokonom meghalt, 58 évesen. Az lényeg azt, hogy valamilyen fejek, hogy eljött a bizonyos ominózus szerdai nap. Elkísértem a vesztőhelyre, úgy is mondhatnám. 2-3 napot mondtak. Egy hete van bent, csak úgy mondom. És így is csinálta a kajákat, hogy hát egy pénteken már hazajön, gondoltam múlt héten szerdán. Úgyhogy én azért is csináltam ezt az egész ilyen lékelést a paprikával, tudjátok. Be tudjam osztani, mert már nevet van a kaján, már szombaton. Most meg szerda van. Egyelőre így nézünk itt valamilyen fejek. Felmentünk, fel is kísérhettem. Melyik teremben lesz? Melyik kórteremben? 4 személyes. Hát mondom, tehát nem is a beavatkozástól, meg a vizsgálatoktól paráztam, bevallom neked őszintén, hanem attól, hogy valami fertőzést el fog kapni. Mert tudjátok, hogy azért nem nehéz a kórházban fertőzést elkapni. Az is mondhatnám, hogy aki kijön a kórházból, az nem a magyar egészségügynek köszönhető, ha élve kijön onnan. Aztán mindent elkövetnek, hogy megdögölj. Ezt most viccen kívül mondom. Megint csak tisztelt a kivételnek. Hát én meg ott üldögélek aztán. Volt egy-két ilyen kedves orvos. Orvos hölgy, ismered azokat, akik kikerülnek az egyetemről, rezidensek még, tehát nem orvosok. De ő már a főnök, tudjátok, hogy van ez. Felszólítottak engem, hogy húzok ma picsába, nem ezek a szavakkal, mert zavarok így. Mondom, így tudod, mit zavarok, bazd meg.
Majdnem ezt nem mondtam. Én nem megyek addig, amíg mondom, hogy Csóitól el nem köszöntem, mert tudsz, hogy még itt vannak kint. Kimentem a teraszra. Ott mondom, megvárom. Nem vagyok szem előtt. Lábatlan csávók, a kúszik ott, olyan hangok vannak ott. Csóri véglátogatta az összes ilyen csikkes helyet, ott vannak ezek a csikkes bögrik. Azokat szívta el füstszűrővel együtt, gec, ahogy volt. Tőlem is kérdezte, cigizek-e? Hát mondom, hála Istennek nem. Még csak azt kéne nekem, tudod, még így. De ekkor a dörzsölt bábban, nem az, hogy van cigid, érted? Képp a fejlődtek. De az ember hogy gizett ki, szerintem nem is ilyen az. Teljesen ilyen lehúlt váva, hogy a bőre ilyen hófehér volt, érted? Áh! És szívta bazzik a fűszűrőt a csávó. Ilyen 60 év körüli forma. Hófehér minden. Áh! Na, az következő, ott van valami elfejek. Ezt elmostam, nem tudom minek mondjuk, persze tudtam aztán. Végre kijött már az orvostól, mert nagyon vártam már, mert mondom, ezek le fognak lökni az emeletről, már olyan szinten néztek itt. Maga a takarítónőt láttad volna, az a nagy munkaerő az ember. Egyik székből a másikba ült le. Vitte magával a kis porfist, meg a kis feltörlő cuccot, érted? Leült az éjszékembe, kijült, ott szigzett. Utána visszament a székbe, akkor tett egy kört, megint leült. Ezzel szórakozott. Mondták, ki kell takarítani a kortelmet, megy be a valamilyen fej. Jó. El is köszöntem tőle, bement. Mondtam azt, hogy majd fogok látogatóba elmenni még azon a napon. Egészen pontosan 5:30 és 6:30 között van látogatási idő. Még régen a Covid időszakban, amikor ugye érdekében áll tudjuk kiknek a Covid, mint olyan, akkor még egy ember mehetett be, meg védettség azon, meg apát fasza. Most már semmi nem kell, az nem megy be, aki nem akar. Ennyiben módosult. Eltelt az a bizonyos nap, hát rögtön megyek be, kíváncsiak, mi újság van. Olyan dolog történt velem, ami nem gyakran történik. Nem hiszem, de geci eltévedtem, baszod. Nem tudom, valószínűleg az események hatása alatt úgy meg voltam geci zavarodva, én nem tudom, mi történt velem, baszod. Rendesen eltévedtem a kórházba. Most képzeld azt a szitut, amikor mész látogatóba, be vagy szar, hogy mire fogsz bemenni, tudod azt, hogy az illető már vár téged, akihez mész látogatóba, de te eltévedtél. Megyek fel, megyek be a folyosón. Azt nem hiszed, de azon döbbenet, te várjál már, itt valami nem stimmel. Olyan volt, mintha ilyen tükörszimetria lett volna. Az a pult, ami jobb oldalon volt, ott a bal oldalon volt. Az ajtó, ami kivitte az erkélyhez, az a bal oldalon volt, ott a jobb oldalon, képzétek el. És nézegetem, keresem a termet, ezt nem látom ti valamilyen fejek. Mondom, várjál már, ez a bizonyos terem, amit mond a korterem, az pont a pulttal szembe volt. Ez meg a folyosónak a végén. Hát ma nem értem, mondom, mi a geci van. Elkezdem így nézni a feliratot, hogy ez milyen épület, de várjál már, nem jó helyen vagyok. Elpentem a másik oldalra ti valamilyen fejek. Még rosszabb szitú volt. Semmi köze nem volt a valósághoz. Geci, rendesen, ha teljesen rosszul lettem, hogy mi történt, bazdmeg, hova kerültem, geci? Hogyhogy nem találom meg, amikor itt ültem, azt látom. Én lemegyek még szólni, ott lent az információs idézőjelbe, információs pulthoz, elkezdem mondani, a nő volt ott, hogy hát végül is, kit keresek, meg ő hol van. Benne sem volt a rendszerben ti valamilyen fek. Nem tudták megmondani, ki ez. Mi megmondtam, hogy mikor született. Így se tudták. Mondtak nekem valamit, utólag kiderült, hogy nem ott volt. Na ennyit egyébként az adminisztrációval. Alsó hangon. Az a baj, nem voltam a mobiltelefon, mert nem egy telefonunk van, csak azt odaadtam neki. Tehát nem tudtam volna fejlődni, például nem volt nálam. Lényeg az, hogy megtaláltam ti valamilyen fek valahogy. Akkor egyedül volt az egész kortelem. Na mondom, ez legalább valami. Mutogatta ott, hogy milyen cuccok vannak. Felbúti az ágyat ott polcoz, a mondta, hogy ki lehet venni, amikor kimegy valaki a teraszra, tudjátok, levegőzni. A plédet lehetett onnan kiszedni a szekrényből, de azt mondja nekem, olyan volt a pléd, amiben be volt húzva az ő ágyneműjébe, menhelyen a kutyák alatt külön pléd van. Ezt állítom neked, ahogy mondtam. Ilyen szinten volt. Elmondta, miket hozzak neki, majd másnap be tudjátok. Jó, mondom, persze, minden nap mentem látogatni, tehát minden nap voltam, most is voltam. Mondták neki, hogy ó, hát itt nem kell iszkulni, nem jön senki most, senki nem jön, senki nem jön. Na, másnap már rögtön jött valaki, na mondom, kezdődik a Covid időszak, bazd meg. Mindenkit megdob lesz, legetesznek lábadon. Leszek is munkapaz a krematóriumnak, felhajták a bótot. Már elnézést, hogy ezt mondom, de nem nagyon tudok másra gondolni. Jött egy öreg asszony, gondolj bele, geci, kövécsen. Hát mondom, ki tudja, mitől kövécsen, nem? Hát ő pont covidos. De fasz tudja mi. Már ráfogják a covidosót. Menne van már abban a korban, hogy már simán mondhatják azt, hogy idős krónikus beteg. Az viszont látásra, meghallgva magától is magyarul. Az ő véleményük szerint nyilván. Azt mondja, folyamatosan valaki dobálgat valamit. Nem tudja elképzelni, mondja nekem, hogy mi a faszt dobálna, olyan, mintha valaki lejtene mindig valamit.
Hutologatják az ágyat, de pedig ez ilyen kerekes ágy. Hogy a széket rugdossa valaki, a másik szobába meg betettek még vagy két pultat, hogy hatan vannak benne, ha kisebb szoba, mint amekkor az én kis szobám. Ezt állítom neked négy főre. És betettek még két pultájat. Hát, ha megdöglik, aki ott bent. Ha nem a betegségben van, az ellátásban bazd meg. Ha abba se, akkor majd egymás fertőzik meg. Valami csak lesz. Nem egy válogató típus. De amit ott adtak, hallod, hát annyi leves volt, hogy állítom neked, majdnem, hogy erre ráfért volna a lapra, bazd meg. Annyi leves kapott. Meg a második, meg én nem is tudom mi volt, ilyen ízetlen, bűzetlen izék. Nem adnak margarint, hanem száraz kenyér van ti valamilyen fejek. Alig lehet megenni, tök főzelék van, tök nélkül, meg a faszom tudja, olyan gombóca ért, hogy a szájpadlásra felrohadt. Ezt azzal etetném meg, aki kitalálta az egészet. Tehát lényegében ennyi történt ti valamilyen fejek is. Megmondom őszintén, nem nagyon volt kedvem felvételt csinálni. Most igazán van, csak mondom, akkor kapom az alkalmat, hogy megoldom itt ezt a kis mosogatást. Nem volt hozzá türelmem, kedvem, de azt hiszem ez érthető is ti valamilyen fejek. Kicsit sokat basz már minket az ég, ezt akarom csak kifejezni. Szavakkal és tettekkel. Annyi történt a későbbiekben, ti valamilyen fejek, hogy jött még egy beteg, képzeld el másnap. Én már hárman voltak. Ön ember tettek oda be, én láttam, ezt most viccen kívül mondom, én láttam ti valamilyen fejek. Tátott szájjal. Így van, geci, kómába, hótkómába, szerencsétlen. Úgy értek el, hogy itt többentem, hogy mondom, ez mi van. Mert az a baj, hogy Magyarországon a begyógyászatot azt elfekvőként is használják ti valamilyen fejek. Ezt így hidd, hogy mondom. Tehát azt a szerencsétlen idős hölgyet behozták, én nem tudom honnan, hogy vannak-e rokonai, vagy mit tudom én, mi van vele, senki nem látogatta, nincs is magánál, én voltam bent és láttam, hogy így jött, mesélte nekem, hogy képzeld el, azt mondja, hogy milyen beteget hoztak ide, de nem tudják mi van, azt mondja, ki van száradva, azt mondják így, azért hozták be. Teltek múltak az idők, ti valamilyen fek, jött egy negyedik beteg, sérv műtétre vár, ma kapott december végén időpontot, így hát a megdöglik. Más nem tudok mondani. Az a nő meg kicsit ilyen flugos, meg kimászkálgat, meg nem tudom mit csinál, meg egy bugyi nélkül mászkál, beszámolók alapján tudom, ellencsére nem láttam. Ennyit lehet tudni nagyjából. Na most ez nem volt elég, négy személyes szobában, jutottak egy pótágyat ti valamilyen. Ott meg valami mezőkeresztesi nőt hoztak ide be, akinek valami betevezették gyulladás, valami ilyesmi, képzeljétek el. Azt elvitték, és rögtön hoztak egy öreg asszony megint be, ötödiknek. Nem nagyon voltak ilyen cuccok, ilyen videózgatások, elnézés, nem volt igazán kedvem. Rajzolgattam itt konyhában, csak nem igazán tudok megmondom őszintén figyelni a feladatokra. Van egy némi zavaró körülmény, amiért például a hifi is megy most a másik szobába. Hogyha már engem zavarnak, akkor visszazavarok. Mert más nem tudok csinálni, bazd. Amit én itt zajongok ebben a házban, azt szeretném, hogy annyit zajonganak a felettem lévők. Akkor már gondban nem lennénk. Ó, ezt is elmosom. Ja, bevem fifon levesettek, érzem is a szagát. De amit akarok mondani, az épp ez jut eszembe egy érdekes apróság. Egy Facebook csoportról van szó, számtépes játékokkal foglalkoznak, és rengetegen is szoktak itt írogatni, stb. Na most van ott egy csaj, én nem tudom, hogy kicsoda, nem is érdekes volt így hírt a neve. A lényeg az az, hogy egy párszor már megfigyeltem, hogy állandóan zaklatja ott a különböző fórumotokat azzal, hogy ő szavlogát csinál, ki akar töltetni valami kérdőívet a többiekkel. De a számítógépes játékokban megjelenő reklámok hatása. Na ilyen téma, képzeld el, jó mondjuk ez gazdaságtudományos csaj. Elképzeltem azt, hogy én milyen szavlogát tettem le az asztalra. Külön innováció, ide figyelj, nem kevesebb. Annyit mondok mindenkinek, hogy egy külön fejlesztő rendszert készítettem ti valamilyen fejek a problémára. Egy optimalizáló program, amely az evolúciós módszerek alapján dolgozik. Tehát ez egy olyan dolog, amit tulajdonképpen én magam találtam ki akkor, erre a feladatra különböző speciális genomokkal felépített, darwini fajelméletet alapul vevő evolúciós probléma megoldás, bazd meg. Érted? Nem ilyen lófaszt, hogy a számképes játékokban lévő reklám, bazd meg. De ezt még várjál, mert ez még az istenes, mert én ott hallottam a saját fülemben személyesen, hogy a államvizsgán volt olyan csávú, aki olyan szaglogát adott ki valamilyen fejekbe, hogy hova kell áthelyezni az ajtót. Hogy kevesebb legyen a termékeknek a mozgatása, így képzeld el az ajtót. Falazzák, betegyék oda át, ez ott a téma a szaglogának. Az komoly. Hú, ezt hogy mosom el? Azért az komoly ti valamilyen fejek. Hogy eszembe jut erről az egész cuccosról. Tudod, az igazság, most hogy mondjak már mi a kórházzal kapcsolatban, hogy valamit aztán befejezem itt a pofázást. Tudod, amikor én elmentem, aztán kerestem a valamilyen fejt a kórházba, azt nem találtam meg, tudod, bajogtam a folyosón. Maga egy rémálom. Tehát a kórház az önmagában egy döbbenet világos nappal is. Benni kórházba, érted? És már kapott gyomorideget. Orbosszájba mindenhogy. Én szarabbú voltam, állítom neked. Én feküdtem volna benne. A lényeg az, amikor bajogtam a folyosókon.
Azért, hogy elgondolkoztam azon, a filozófia lesz most, hogy mondani fog. Elgondolkoztam azon, ti valamilyen fejek, hogy mit művel az emberi teste az idő. Hogy ez milyen borzalmas, az emberek, akik annak idején 20 évvel ezelőtt mondjuk teljes vidámságban, családjaik szerető körében mulattak és élvezték az életet, most itt kiszolgáltatva, halálhörgése közepette, várják a véget. Nem tudok jobb szót mondani, hogy mentem a folyosón, ki volt itt egy ajtó a hematológián. Hát aki tudja, aki nem, elmondom, hematológia a vérképző szervekkel kapcsolatos betegségeknek a gyűjteménye. Hemoglobin, tudjátok, van egy ilyen összetevő a vérnek. Egészen pontosan egy ilyen fehérjére, mint egy... Amit akarok mondani, az annyi, hogy elkezdtem így keresgélni, ki volt itt egy ajtó résnyire. Nem néztem be, hallottam, hogy valaki nyög bent. Képzeld el, szörnyű volt hallgatnia, hogy valaki ott valami nyomorában killódik. És senki nem volt a közelében, nem volt, hogy oda megy valaki, és akkor megnyugtatja, vagy valami. Valaki ott lenne mellettem, ő pont látogatási idő volt. Szörnyű. És tudod, az igazság, hogy ezek az egészségügyi dolgozók, most mondhatnám a beteghordókat, mert ők nagy részben még normálisak is. A nővérek egy része normális, többi borzasztó pokróc, takarítónők nagy része borzasztó genya. De tudod, azért elképedek azon, hogy létezik az, én tudom, hogy rengeteg ember beteg, idős, nyomorúságos, hogy ide kerülnek. Hogy annyira éreztetik velük ide figyelni, hogy ki vannak szolgáltatva a másik személynek. És egy másodperc tört részéig sem esik meg apám senkinek a szíve rajta. Ott is volt egy-két olyan istentelen, szerencsétlen bazmeg, hogy én megsajnáltam faszom. Megszakadna a szívem, hogyha valamelyik szülővet ilyen állapotban látnám, hogy egyedül bazmeg ott szerencsétlenkedik egy folyosón. És olyan durván beszélnek velük bazmeg. Az ápolónő, az információs pultnál. Mint a kutyával. Érted? Hogy micsoda egy undorító féreg az az ember, aki kihasználja az bazmeg, hogy a másik nyomorúságában van, és nem tud védekezni geci ellene. Micsoda egy szar senki, hogy azt kívánom neki, hogy a saját hányadékában nekrofil módon kúrják segbe, de még élő korába. Az ilyen faszkalapot, annyira undorító, hogy semmi emberség nincs bennük, hogy ott beszélgetnek, röhögcsélnek faszom, az meg széthányja, fossa, húgyozza magát. Senkit bazmeg nem érdekel. Én tudom, hogy az ember egy nagyon-nagyon sok ilyen beteget lát, akkor elfásul, de valahogy olyan megdöbbentő számomra, ezt bevallom nektek. Nem mehetünk el emellett, hogy mégiscsak bazmeg ez van. És mit láttak az ilyen Facebook csoportokon? Jaj, találtak egy kóborcicát, meg egy kóborkutyát, érted? Azt befogadná bárki bazmeg, de azt a szerencsétlet, azt kinyírnák bazmeg, ha minek él. Ez a legjobb hányinger az egészben. Én tudom, hogy az állatok azok már nem tehettek róla elvileg, de nem mindenki tehet róla, aki ilyen nyomorúságos helyzetben van. Minimális empátiával nem viseltettek a mások irány, geci. Egy pszichopata sorozatgyilkostól, érted, de simán ezt kinézném. Egy ápolónőtől, egy olyanok, aki betegekkel foglalkozik. Hát hogy dolgozhat bazd, hogy betegekkel egy olyan lópokrósz durva nővér bazd, aki úgy adja be neked az injekciót, érted, hogy folyik a kezeden a vér. Ez hogy a faszban van? És hiába kaptanak 5 millió fontos fizetést, akkor sem ennek kedvesebb, mert egy dúvat fasz. Az ilyet kéne úgy megkezelni, ugyanúgy, mint hogy ő kezel másokat. Egyszer hányinger, bazd meg. Megsajnáltam, megmondom őszintén, attól függetlenül, mert azért valljuk be őszintén, hazamegyünk, elhagyjuk a tett helyszínét. De tudod, mi is ezen az úton járunk, kedves tisztelt hengerek. Ezen az úton járunk mi is ti valamilyen fejek. Ne érjen senkit meglepetésként, ugyan itt fogunk mi is kikötni, bazd meg. És most megtehetjük azt, hogy elmegyünk a faszba haza, azt leszarjuk, nem érjük bennünket, nem mi velünk történik. De ugye ez meg fog velünk is történni néhány évben. Egy pillanat alatt meg fog ez történni. Egy pillanat alatt ugyanabban a helyzetben leszünk, mint ők. Most nézze mindenki meg, hogy mennyi idősek vagyunk. Nézzétek meg, ha teljes életünkből ez hány százalék. És hogy mennyi idő ott eltelt. Ennyi. És ugyanennyi is mondt vagy basz. Ennyit akarok mondani. De széttöröm veled, és nem kell mosogatni. Na. Ennyit akarok valamilyen fejek mondani, de is fejezte a pofás, én még itt elleszek magamnak, ha nem baj. Látja mindenki, én olyan gazdaságosan mosogatok, hogy ilyen nincs. Jöhetne a boszba azon, azt megnézhetni, hogy hány liter vizet fogyasztottam el, tessék, ennyit. Ennyi, látjuk? És menjen már a faszomban mosogatógépével, itt a köcsök boszba az meg. Előadja a kis csajt, a kis coffos kislány, tudod, hogy mocás, hogy mosogatsz, lápó, bazd meg, mit csinálsz, nem lesz vizünk, faszom. Pazarolod ki ezt az energiát, érted a mosogatógéppel, benyomja azt a milliárdnyi mosogatószert a szennyvízbe, szétkurva az egész mindent, az nem baj, az rendben van, az minden, csak a vizet ne használd el. Na ennyi van ti valamilyen, elköszönök mindenkitől, köszönöm a türelmet, ennyi van, csőztök.